A részvételi költségvetés lesz a következő témánk, amiről beszélünk. Egy ilyen rövid összefoglalót, Nóri, tudsz-e mondani arról, hogy mi is ez, és akkor a második órában meg rendesen kivesézzük. Oké. Okay. A képeket kérem. Nem adom. Elmondja, igen, majd én nézegetem. Szóval mi az a részvételi? Ú, itt a Garzon tetőt csinálják. És az én figyelmet vonja. Bencit elvesztettük, Nóri. Jézusom, jó, igen, leraktam én is, szóval. Szóval... alapvetően ez egy ilyen összefoglaló fogalom, aminek több fajta és féle és szintű megvalósítási lehetősége van tulajdonképpen. De talán ami a leginkább ismertes, az talán az, hogy és mostanában próbál ez a része, vagy ez a megvalósulása elterjedni, az pedig arról szól, hogy a város, vagy település, vagy legyen az bármi, adott százalékú, vagy adott összegű pénzt a költségvetéséből elkülönít arra, hogy olyan ötleteket, meg olyan fejlesztéseket valósítson meg, ami konkrétan a lakosságtól származik. Tehát, hogy konkrétan valami úton, módon ezért felelős ember összegyűjti az ötleteket, azokat utána valahogyan kidolgozzák, értékelik, szavaznak róla, utána megint csak visszakerül a lakossághoz egy ilyen szavazásra. És utána a megszavazott, meg elfogadott és megvalósítható ötleteket ebből az elkülönített pénzből megpróbálják megvalósítani. És talán ehhez ilyen legismertebb példa, hogyha bárki is hallott róla, mostanában Magyarországon, ez Budapesten van, most már második év, de erről majd még szerintem részletesebben is fogunk beszélni, úgyhogy nagyon röviden ennyit gondolnék. Izginek hangzik ez a téma. Nem értem, tehát hogyha van egy város, és van a város vezetése, akkor miért kell külön elkülöníteni valamit arra, hogy a városnak legyen jobb, vagy itt valamit megyek ebbe a dologba? Ez egy érdekes kérdés. De igen, szóval, hogy alapvetően itt ennek az a lényege, hogy ugye x évente van valamiféle szavazás, ahol megválasztanak valamiféle vezetőket, és hát ebben lehet, hogy programokat is. De ennek nem biztos, hogy része az, hogy konkrétan mik azok a dolgok, amiket egy adott lakó elképzelt, és legyen az, hogy vagy egy városrészben egy fontosnak tartott dolog elkészüljön, ennek nem biztos, hogy ez része, és akkor igazából ez próbálna egy áthidalni egy kicsit ezt a bürokratikus rendszert arra, hogy egy kicsit a lakók is bele tudjanak és szólni. Mennyivel szebb életünk lenne, nem? Ha bele tudnánk szólni. De várjál, mert most ezt megint csak nem értem. Tehát, hogyha 4 évente megválasztunk valakit, hogy képviseljen minket, utána nincsen semmilyen kommunikáció. Igen, vegy fel nyugodtan, lehet játszani szeretne. Hogy tulajdonképpen mit szeretnének az emberek, a lakossági fórumok, meg az összes többi ilyen dolog, ez nem erről szól? Ezzel beszélünk majd a zene után, erről fogunk beszélgetni. Itt van nekünk egy részvételi költségvetés. Igen, a részvételi költségvetésünk, aminek a fogalmát szépen elmondta Nóri az előbb, átbeszéltük, Gáborban egyre több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy mi a jó Isten ez a részvételi költségvetés, de most már tudjuk, részletezzük. Nézzük meg, hogy hogyan működne itt. Például lehetne arról szavazni, hogy építsünk-e új utat, az utakat összekötve, vagy sem? Mert a múlt heti felháborodásom után sajnos volt egy baleset a héten, a 21-es úton, és megint előkerült az a probléma, amit én múlt héten ecseteltem, hogy több kilométeres kerülővel és óriási nagy dugóval járt az, hogy nincsenek a városban összekötő utak, zárójel bezár, szóval részvételi költségvetés. Igen, szóval, hogy alapvetően ugye onnan indul ez a dolog, amit előbb beszéltünk, hogy a választásokkor szépen megígérik az embereknek, hogy ezt is megcsináljuk, meg mindent is megcsinálunk. Ez szerintem egy ilyen általános dolog, hogy ebből nagyon sok minden nem szokott megvalósulni, és ezzel úgy nem nagyon lehet mit csinálni. És erre mindig azt szokták mondani, hogy hát de akkor több ember kell, hogy menjen szavazni, meg mit tudom, és ez majd megoldja a problémákat, de ez nagyon nincs így szerintem. Hát ez nem úgy működik már meg a politika, hogy a politikusoknak az árucikke az ígéret, a szebb jövő ígérete, és hát nyilvánvalóan, hogyha valaki még éppen nincsen döntéshozó pozícióban, akkor nem is tudhatja, hogy mi vár, nem is tudhatja, hogy mennyi erőforrása van, emiatt nem is hihetjük azt, hogy amit ígér, az bármifajta módon megalapozott lenne, nem?
Igen, és egyébként ez olyan szempontból érdekes még, hogy tulajdonképpen, ahogy te is mondod, hogy nem is lesz igazából beleszólás az embereknek ebbe, és emiatt, hogy nem is érzik, hogy súlya van akár a szavazatuknak, ugye ez is egy ilyen trend lett, hogy egyre kevesebben mennek el szavazni, nem érzik azt, hogy nekik a politikával foglalkozniuk kellene, stb. És igazából ezeknek a részvételiségnek, mint úgy nem is feltétlenül csak a költségvetés részének, hanem úgy alapvetően a részvételiségnek, meg pont ez lenne a célja, hogy az embereket így megpróbáljuk kicsit megint jobban belevonni a politikába, ugye a közéletbe tulajdonképpen, hogy foglalkozzanak a közügyeivel, ugye a politikával. És ez ennek egy része lehet, hogyha a megválasztott vezetők erre nyitottak, hogy az embereket bevonják, akkor... akkor... ki lesz egy cenzorázva? Akkor ez egy pozitív út lehet tulajdonképpen azért, hogy tényleg sokkal több olyan dolog megvalósulhasson, amit az emberek szeretnének. Szóval tulajdonképpen ennek az a lényeg, hogy sokkal gyakrabban, sokkal közvetlenebb párbeszéd indulhat meg az emberek, meg a döntéshozók között. Így egyrészt a döntéshozók is pontosabban tájékozódhatnak afelől, hogy mi az, ami az embereknek szüksége van, mi az, amit fontosnak találnának, meg az emberek is egy kicsikét úgy érzik, hogy az ő véleményük is számít, és ez alapján, hogyha ezek megvalósulnak, akkor látják azt, hogy ténylegesen úgy szépül és épül a város, ahogyan ők szeretnék. Igen, tehát és jobban nézik magukat utána a saját így városukon. Így van. És itt jönnek be tulajdonképpen a szintek, hogy ugye a részvételiségnek a különböző szintjei abból állnak tulajdonképpen, hogy milyen szinten vonjuk be az embereket ebbe a folyamatba tulajdonképpen. És ugye eredetileg ez talán úgy emlékszem, hogy New Yorkban indult az a része, hogy onnan indult, hogy elkezdték bevonni az embereket, de nem ahhoz, hogy odaadtak nekik X pénzt, és akkor találjátok ti ki, hogy mit csináljátok vele, hanem először még csak olyan szinten, hogy ilyen civileket behívtak a tanácskozásokra, behívtak a különböző gyűlésekre tulajdonképpen, hogy ők is elmondhassák az adott dolgokról a véleményüket. És működött? Igen, működött, hiszen ugye egyre több és több helyen kialakultak ezek a közösségek, bánítani a véleményüket, és akkor egy ilyen felmenő rendszerben, vagy nem is tudom miben, eljuttatni a véleményüket végül azokhoz, akik a döntéseket meghozzák, hiszen ugye sokszor van az, hogy úgy hoznak valami fölött döntéseket, hogy ezt adott konkrét lakosságot nem kérdezik meg, és persze manapság ez mondjuk ilyen EU-s szabályozások miatt ez már ennyire nem lehet kijátszani, de azért igen, na mindegy, szóval, hogy onnan indult ez a dolog, hogy először csak az emberek véleményét kérdezzük meg a dolgokról, és az, hogy egy ilyen költségvetés szinten is bevonjuk az embereket a dologba, az már egy ilyen fejlettebb verzió ennek a részvételiségnek tulajdonképpen. És vannak rá nagyon jó példák külföldön is, de az nagyon jó, hogy Magyarországon is, és itt fogok Leventére nézni, ahol mondom neki, hogy nézzük meg a budapesti kis videót, hiszen ugye, amit előbb is említettem, hogy Budapesten ez megvalósul, most már ez a második év, hogy elkezdték ezt csinálni. Aha, van egy ilyen nagyon jó kis nincs a hangja. Van neki egy nagyon jó kis... Ja, hát akkor ne legyen hangja. Szóval van egy ilyen egy perces összefoglaló videó tulajdonképpen arról, hogy egyáltalán miért is jó ez. Hiszen pont azért, amit előbb is beszéltünk, hogy az emberek egy kicsit eltávolodtak ettől az egésztől, kell az, hogy valami úton módon ennek egyáltalán a hírét eljutassák az embereknek, hogy egyáltalán érdekeltek legyenek abba, hogy adjanak be ötleteket, és utána az ötletekre szavazzanak. Hiszen szerintem már sokszor ezzel is probléma van, hogyha még valami jót is kitalál az ember, az sem biztos, hogy ekkora politikai érdektelenség mellett eljut hozzájuk. És igazából ezt próbálták így elkezdeni Budapesten tavaly. Ez volt az első év, ahol elkülönítettek egy elég nagy összeget tulajdonképpen erre, és mindenki beküldhette az ötleteit, és utána ugyanúgy megtörtént a ötleteknek a rendszerezése, értékelése, stb., és utána ugyanúgy visszadobták az embereknek, hogy szavazzanak. Uh-huh. És vannak különböző kategóriák tulajdonképpen, amit én elfelejtettem, de mindjárt mondok, hogy milyen kategóriákba sorolták azt, hogy egyáltalán milyen témákba lehet ötleteket beküldeni, és ez az, amit én például pesti példában furcsának találok, hogy én meghatározták azt, hogy lehet beküldeni Zöld Budapest, Esélyteremtő Budapest és Nyitott Budapest témában
a tavalyi egy picit más volt, de ez az idei témák. Viszont ki van kötve olyanokra, olyan dolgokra, hogy például csak beruházás jellegű ötleteket lehet tenni. Tehát egyszeri fejlesztés tulajdonképpen adnak x millió forintot, vannak ilyen 50 milliós projektek, 100 milliós kategóriák, 250 milliós kategóriák, összesen ugye 1 milliárd forintról van szó, tehát annyit lehet így mond elosztani ezekre az ötletekre, és akkor ez a kategóriánként jut 333 millió forint, és akkor a kategóriákban meg ugye általában ilyen 50 milliós, 10 milliós, 5 milliós kategóriákban meg szétosztogatják ezeket, és ezek, mondom, ez az érdekesebb, hogy tényleg csak ilyen beruházás jellegű projekteket lehet csinálni, ami nem lehet egy rendszeres tevékenységre elkölteni. Mit tudom én, nem lehet olyanokra, amik karbantartási jellegűek, tehát ilyenekre nem lehet. Igen, és ez egy tök érdekes dolog szerintem, hogy erre nem hagyják. Lehet, hogy azt nem hagyják, mert igazándiból nem az lenne, az alapvetően alapfeladat lenne az önkormányzatnak, hogy ezeket nem berakja, nem? Igen, csak megint ott tartunk, hogy akkor nincs platformja arra, hogy akkor elmondja, hogy igen, az ott egy rossz út, és akkor mikor fog eljutni odáig, hogy tényleg is felújítják azt a rossz utat. Szóval szerintem ez egy ilyen furcsa dolog, hogy ezt így kikötötték szabályként. Igen, az érdekel nagyon, hogy ez már megy 2 éve Budapesten, akkor már volt egy olyan év, amikor ezt már végigcsinálták. Történt valami, miután megcsinálták? Tehát elindultak ezek a beruházások, amiket kiválasztottak végül? Igen. Ez is egy olyan dolog, hogy november, nem november, nem tudom meddig, valahogy szeptember, október, nem tudom pontosan, addig lehetett egyáltalán, vagy akkor jöttek ki, hogy melyik azok az ötletek, amiket megvalósítanak, és most meg az a szakasz van másodjára indult el, ahol megint ötleteket várnak. És ez eltart január valameddig. Tehát, hogy alapvetően most jutottak el odáig, hogy az első évi ötleteket begyűjtötték, értékelték, megszavaztatták, és akkor utána most van ez a szakasz, hogy oké, akkor megvannak az ötletek, és elkezdték megvalósítani. Uh-huh. És erre is, hogyha levélre nézek megint, csak van egy ilyen oldal, vagy egy olyan videó is, ahol a költségvetésnek az oldalánt, ja, az megy, jó, akkor nem az ment az előbb, nem baj. És fel van tüntetve az is, hogy akkor konkrétan mik azok, amik az előző évben meg fognak valósulni ezek alapján, és ilyen például, hogy a Szent István Parkban közösségi funkciókat telepítenek, mit tudom én, kosárlabdapálya, nem tudom mi csinálása, stb. Rehabilitációs otthont építenek Budapest szélére, Dunapartra különböző ülőfelületeket csinálnak, legális graffiti falt alakítanak ki, a Mester utcát megfejlesztik kicsit, tehát hogy ezek mind olyan dolgok, amik bekerültek, mint ötletek, és utána megfelelő számú ember megszavazta. Ja. És akkor ez hogyan lehetne elsalgó tarjániasítani? Várjál, és akkor itt jön a csavaj a dologban szerintem, hogy ez persze megint csak mondhatjuk azt, hogy hát ez Budapest, és ott van mindjárt a pénz. Persze, nekik van, nem is tudom, hogy honnan. Igen, és, ja. És nagyon érdekes, hogy Gyöngyös. Hoppácsra! De az mindig még nagyobb is fejlettem, nem? Igen. Az életben az egy Gyöngyös, mint Budapest, nem? Nekem olyat mondja, hogy Szurdapüspöki, na akkor már elhiszem. Nem. Jó, Gyöngyös, igen. Lehet, hogy Szurdapüspökén is, erről csak arról nem tudok. De hogy Gyöngyösen is elkezdték ezt csinálni, és egyébként erre is van egy videónk, Levente, a gyöngyösi példáról. Lehet, hogy akkor azt Bence összevonta a kettőt, de nem kellett volna neki, mindegy. De hogy ott is ugyanez van, hogy elkezdték ezt, erre is kialakították a platformot, kitalálták, és akkor itt másfajta dolgok vannak, és nekem ebbe a számok a nagyon érdekesek, mert azt írják, hogy 200 ezer forint és 2 millió forint közé eső javaslatokat várnak. Legalábbis nem találtam meg azt a részét, hogy mi a maximum, vagy ilyesmi, de ugyanúgy várják az ötleteket. És ami nagyon érdekes tényleg ezek az ilyen példaszámok, hogy adott dolgok, azok körülbelül mennyibe kerülhetnek. És ilyeneket ír, hogy erre is van egy külön fotónk egyébként, ahol leírják ezeket a számokat, hogy járda burkolat, hogyha valaki új járda burkolatot szeretne valahova, az 12 ezer forint per négyzetmétertől kezdődik. Ugyanígy utcai pad elhelyezése 40 és 70 ezer forint között ti összegbe kerül. Vagy például faültetés 30 és 60 ezer forint, okospad 800 ezer forint.
fekvőrendőr, hogyha ilyen forgalomcsillapítást szeretnének, akkor 400 ezer forint. Mennyi? 400 ezer forintba kerül. Úristen, csak fekszek egész végig. Aztán például ugyanígy lehet, ilyeneket is írtak, hogyha valaki ilyen kulturális programokat szeretne, valamiféle koncertek 1 millió forinttól kezdődnek, előadó este 500 ezer forinttól, vagy például térfigyelő kamera, és ez nagyon érdekes, szerintem 400 ezer forintba kerül egy telepítés. Ez nagyon jó, ez tetszik. Na de hogyan lehet ezt itt meghonosítani a szűk földben, a kis hazánkban? Hát szerintem pont úgy, mint bármelyik másik helyen, akár Gyöngyösön, Pesten, vagy az ország más területein, akárhol ezt megvalósították, hogy elkülönítünk rá is pénzt, és utána bevárjuk az ötleteket az emberektől. Tehát, hogy ez szerintem nem egy olyan dolog, ami... amilyen, hogy szokták ezt mondani, hogy űrtechnika. Végül is csak azt kell csinálni, hogy más megcsinálni. Így van, így van, így van. Körülbelül pont úgy, és pont gondolkodni sem kell közben. Így van, így van. És szerinted van erre lehetősége a helyi önkormányzatnak, hogy nagyjából egy ilyen tipikus, amit tudom én, 2-3 ilyen projektet felkarolni, és akkor mint egy 6 millió forintot, hogyha minden maximumon van, elköltsön erre? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert pont ezért kerestük fel tulajdonképpen a költségvetéses felelősöket, hogyha lehet így fogalmazni, mert ugye, ahogy beszéltük az előbb is, Salgótenyének is van költségvetése, amit ugye a közgyűlés elfogad, stb. Viszont van egy ember, aki ezt felügyeli tulajdonképpen. Hála jó Isten! És felelős ezért, és megkerestük őt, hogy lenne kedve eljönni ide hozzánk egy ilyen megvitatjuk adásba. Azt mondta, hogy? Azt mondta, hogy még meggondolja, de én úgy érzem, hogy remélem, hogy sikerül ezt, vagy sikerül ennek nagyon örülnék neki, mert az emberek át sem látják ezt. Én sem így látom van, át. Full hülye vagyok hozzá. És akkor, hogyha ő eljön, akkor meg fogja tudni nekünk ezt a kérdést válaszolni. De mivel egyszerűbb útját is választottuk annak, hogy, hogy ember nélkül is belássunk arra, kis közvéleménykutatás. Akkor is megszavazták a költségvetést? Igen, megszavaztuk a költségvetést Instagramon. Nem, hanem megkérdeztük a városlakókat, hogy ők mit gondolnak, szívesen beküldenék-e a fejlesztési ötletüket a városnak, vagy hogy mit látnak a legnagyobb problémának, és hogyan valósítanák meg. És 100% azt mondta, eddig jelenállás szerint, hogy igen, beküldeni a fejlesztési ötletét a városnak. És akkor itt van a kérdés, amire kifejtették a válaszokat, hogy milyen ötletei, fejlesztési, felújítási ötletei vannak a várossal kapcsolatban. Például a régi 21-esre, ami a városon keresztül megy, ráférne már egy felújítás. Ez az egyik. A régi öblös üveggyár átalakítása bevásárlóközponttá, illetve mellé egy, nem látom, pillanat, mellé egy kutyafuttató. Meg hát egy nagy park. Tömegközlekedés, közterületek újraelosztása, köz- és lakóépületek korszerűsítése, stb. Például itt van egy tök érdekes is, alacsonyabb fellépést igénylő közlekedési eszközeket, egy kis akadálymentesítést. Tök érdekes. Illetve, annak kedvencem, igen, de senkit sem érdekel. Ez rosszul hangzik. Szerintem, hogyha amiket beküldünk, amiket kitalálunk, azoknak úgy köze is van a valósághoz, úgy értve, hogy megvalósítható a dolog, tehát nekem azt tetszett ebbe a Gyöngyösibe, hogy volt valami fajta támpont az, hogy egy-egy ötlet, igen, amit szerintem nagyon-nagyon fontos, az mennyibe kerül. Igazán, hogyha ezt nem tudom, akkor azt mondom, hogy hát űrkikötőt Pálfalvára, mert szerintem az tökre menő lenne. Viszont oda nyilván... Spár mellé. Nem, az lent van. Tudod, az a magasabb helyre kell. Az a lényeg, hogy milyen magasabban legyen, mert annyival kevesebb üzemanyag kell, mert lehet akkor közelebb legyen az egyenlítőhöz, mert akkor annyival jó, jobban oké, kellett használni. Tehát akkor a hegyre. Igen. Akkor na, a Frigyes körút mellé. Hát például, na. Hát de ott az a hegytető. Hegy is van. Több hegy is van, de ott is jó. Na mindegy, szóval a lényeg visszatérve a dolog, amit mondott Nóri, hogyha az ember, mit tudom én, tudja, hogy mennyibe kerül egy alacsonyabb fellépésű busz, és ezt össze tudja kombinálni a megadott
költségekkel, költségvetéssel, amiben lehet gondolkodni, akkor elgondolkodik azzal, hogy mivel járna jobban az ember egy alacsony felépési busszal, vagy két kutyafutatóval, vagy 50 fával, és meg tudja hozni azt a döntést, amitől ez a dolog, amit most csak vágy volt, hirtelen céllé alakul. Tudjátok, hogy a vágy meg a cél között az a különbség, hogy a vágy az, amit így bedobunk, hogy de jó lenne, a cél pedig az, amit meg is lehet csinálni, és teszünk is érte valamit. Igen, és egyébként... Mondjad. Hogy nekem még ezzel ugyanez jutott eszembe, hogy oké, hogy az emberek most azt mondták nekünk, hogy ők ezt beküldenék, meg ilyesmi, de ezek megint csak nagy része egyébként tipikusan olyan, amit amúgy az emberek mindig is mondanak, és mindig is mondják, hogy ez probléma, és mindenki is mond, hogy ez... probléma, és ezzel csinálni kellene valamit. Itt szerintem inkább azon fog múlni ez a dolog, akár a Pestinek, vagy a Gyöngyösinek is a sikeressége, hogy tényleg, amit megszavaztak ötleteket, azok tényleg meg is valósulnak el. Úgy, ahogy le vannak írva. És ugyanez, hogy amit, és visszavezetjük ehhez a szavazás kérdéshez, hogy amit 4 évente, vagy x évente meg ígérnek, hogy megcsinálják, attól lesz valami sikeres, vagy nem sikeres, és attól fognak az emberek elmenni, nem tudom, szavazni akár a választásukon, akár egy ilyen részletei költségvetés szavazására, hogyha látják annak, hogy ez tényleg sikeresen meg is valósulnak. Most jó ötleteket adunk. Úgy legyen. Nyáron a zöld övezetben a fűvágás derékigérő magas fű egy problémának hozták ezt is. Jó lenne egy felújított vasútvonal, amivel közvetlenül elérhető lenne Budapest. Sokszor vannak tele a kihelyezett kukták, nem megy ez ma. Sokszor vannak tele a kihelyezett kukák, konténerek, a házakra is ráférne egy szigetelés, éjszakai közbiztonság, utak, vadkárok, energetikailag korszerűtlen épületek. Ezeket sorolták még a követőink. Mind érdekesek, mert látunk egy ilyen dimenziót, hogy mi az, ami az embereket bosszantja, de azért itt megint csak van ezeket szétszedni, hiszen vannak olyanok, amikért tehet az önkormányzat, vannak, ami nem is az ő hatáskör, nem is az ő biznisze, tehát valószínűleg nem az önkormányzat fogja a vasútvonalat felújítani. De például megpróbálhat érte tenni, hogy megkeresse meg ember, stb. Tehát, hogy azért igen, nem mert ott nem mi akartuk le a Józsiról a reklámot, de azért megpróbáltunk érte tenni. Tusé. Szóval még... Ez van. Vaj varázspálcánk itt a kezünkben. Igen. Azt mondom, hogy leviózá. Nem leviózá. Ezt a folyamat másodjára hallom, de más embertől. Én voltam az első. Varázsnap. A Harry Potter varázsa. Csak te még nem is tudtad a varázsigényt. Kellett súgni. Milyen Hermione vagy? Gábor jobb Hermione, mint te. Felháborítom. Köszönöm szépen. Készültem. Igen. Szóval még egy utolsó gondolat ehhez egyébként, hogy részemről, hogy ugye ezt azért nem mondhatjuk, hogy a város nem próbálkozik teljesen, hiszen ugye amit említettünk, hogy volt lakossági fórum is, meg nyár elején talán kirakták egy ilyen kérdőívként a város honlapjára, amit bárki bármikor kitöltetett, egy jó hosszú kérdőívet arról, hogy felsoroltak különböző fejlesztéseket, és az emberek értékelhették, hogy melyiket tartják fontosabbnak, és kicsit éreztem azt benne, hogy nem mindegy, szóval, hogy talán ez volt ennek a lényege, hogy megpróbálják azt kitalálni, hogy mik azok a fejlesztések, amiket egy ilyen pályáztatás esetén, akár EU-s források esetén, ami ténylegesen tetszene az embereknek. Tehát alapvetően érzem ezt a próbálkozást ebben a dologban, és biztos megtudták ezeket az információkat, én magát az eredményeket nem láttam, hogy publikussá tették volna, pedig nagyon kíváncsi lettem volna rá egyébként, hogy mit mondtak egyes dolgokra az emberek, de tehát az ő kezükbe az X pénz. Nem az van, hogy a EU-s támogatásról dönthetnek, hogy nem tudom, majd 50 ezer milliárd forintból ideépítenek egy hiper-szupára, mi volt ez? Űrkikötő. hanem itt tényleg arról van szó, hogy az ő kezükben van a döntés, és ők a többség döntse el, hogy nem tudom, egy új lépcsőt szeretnének a Jónás telepre, vagy egy új stadiont, most csak mondtam valamit. Igen, de szóval érthető dolog, mert úgy gondolom, hogy a fő bevételi forrás most ezek az EU-s pályázatok, igen, amik nyilván megkötik azt, hogy mire lehet ezeket használni, és sok esetben olyan dolgok kerülnek emiatt megvalósításra, aminek a társadalmi támogatottsága alacsonyabb. Igen.
Igen, úgyhogy gazdálkodjunk okosan, kérjük ide a város pénzének egy részét, és majd mi eldöntjük. Az a lényeg, hogy megkapjunk mindent, aztán majd mi csináljuk. Így van, pontosan. Felét neked? Nem. Negyedét neked? Ezt megbeszéljük a zene alatt, hogy hogyan osztjuk el a jattokat. Hamarosan játszunk, Gábor mondja, Nóri kérdez játékunkat itt a hashtag megvitatjukban. És részt vesznek a részvételi költségvetésben. Úgy legyen. Így van. Nekünk is kéne egy ilyet csinálni, nem? Egy részvételi költségvetést. És mennyi pénzt tudnánk erre felállni? Nem tudom, én a teljes bevételünk 10%-át. mit nevetsz? Hát ez várjuk el mindenki mástól is, nem? Igen, tulajdonképpen. Mondjuk... Na, akkor számszerűsítsük. Számszerűsítsük. A disznó mennyit fog fialni? Mindjárt megmondom a fontos 10%-ot. Konkrétan 10.127 forintot tudunk felajánlani. Igen. Akkor szerintem ezt felajánljuk, és akkor a nézőink küldjenek be ötleteket, hogy mit csináljunk ebből a pénzből. És akkor a legjobbakat megcsináljuk. Jó. Hát persze, hogyha belefér a 10.127 forintos költségkeretbe, persze. Hát mindenki tegye meg az, amit tud, tehát jó példát mutatunk az egésznek. Nem? Abszolút. Nekem tetszik a dolog, igen. Jó hangzik, akkor csinálunk mi is valamit, nem csak domálunk róla. Így van.